Hát üdvözlök mindenkit, Kovács Zsuzsa vagyok, az ELTE PPK Felnőtt Képzés, Kutatás és Tudásmenedzsment Intézetének az oktatója. Röviden én fogom felkonferálni a mai előadónkat, akik, amint látják, nagyon izgalmas témakört hozott a mai résztvevők számára. Kubinyi Enikőt fogadják szeretettel, ő az ELTE TTK-nak a kutató munkatársa, és hát lassan, hogyha jól néztem, 15 éve foglalkozik tulajdonképpen ezzel a területtel, vagy még annál is régebb, ugye? Lehet, hogy már gyerekkorában is erre készült, és akkor csak a felsőoktatásban derült ki, hogy igen, ezzel tudományos szinten is nagyon jól lehet dolgozni. Úgyhogy akkor még egyszer fogadják őt szeretettel, és akkor üdvözlöm itt a körünkben, és akkor kérem, hogy tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást. Két témáról is szeretnék majd beszélni. Az elején sok-sok farkasképet és videót fogok mutatni, és a második része az előadásomnak egy olyasmi téma, amivel mostanában kezdtem el foglalkozni, és ott szeretném fölvillantani, hogy milyen érdekes témákba megyünk majd el a kutatótársaimmal. Az első kérdésem ezzel kapcsolatban az az, hogy itt elsősorban látok egy kutyát, remélem nem fogom majd nagyon untatni, tehát egész biztos vagyok benne, hogy van közöttük olyan, akinek van otthon kutyája. Kérem, tegye fel a kezét, akinek szintén van, csak most nem hozta el magával. Volt. Az biztos, hogy jártunk abban, keltünkben, szinte minden nap találkozunk kutyával, meg a nagy családunkban biztos, hogy van. Mindenkinek valamilyen szinten van köze kutyához. A háztartásoknak körülbelül 30%-ában is van kutya. Én most úgy látom, hogy itt egyébként egy picit kevesebben. Ennek nyilván az az oka, hogy a belvárosban vagyunk. Van olyan előadásom, ahol mindenki fölteszi a kezét. Tehát azért ezek a címek sokszor kutyást vonzanak. De hát ezt nekem fontos tudni, mert akkor igyekszem majd úgy fókuszálni, hogy akik kevésbé érdeklődnek kutyák iránt, azok is érdekesnek találják, amit mondok. A második témával nem teszek föl kapcsolatban nem teszek föl kérdést, mert a harmadik kor egyetemén nem akarom megkérdezni, hogy az öregedés kit érdekel. Úgyhogy akkor haladjunk, menjünk tovább. Farkasokról fogok nagyon sokat beszélni, a tapasztalataim azok jó régről származnak, század elejéről. 13 kisfarkas neveltünk föl összesen a kollégáimmal 2 éven át. Minden nevelőnek volt egy-egy farkasa, tehát nem együtt tartottuk őket. És hogy megismerjük a viselkedésüket a kutyákéhoz képest, ugyanilyen módszeren, mint ahogy a farkasokat neveltük, 11 kiskutyát is fölneveltünk. Miért tettük ezt az etológia tanszéken, tehát az Eötvös Loránd Tudományegyetem etológia tanszékén dolgozom? Ennek az volt az oka, hogy azt gondolom, hogy sokan olvasták Csányi Vilmos könyveit. Én az ő tanítványa vagyok, és ő tette föl először azt a kérdést, hogy a kutyák hogyan illeszkednek be az emberek világába, mik azok a magatartás elemek, amik ezt lehetővé teszik számukra. És mi azt kerestük a kezdetektől fogva ebben a kutatócsoportban, 94-től kezdve, hogy megtaláljuk ezeket az elemeket, és azért kerestük őket, mert azt gondoltuk, hogy az emberek is hasonló folyamaton estek át a saját evolúciójuk során, amikor még a nyelvhasználata, a beszélt nyelvhasználata nélkül kellett megértetniük magukat a társaikkal. Ugye ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mik azok a változások, amik a domestikáció során keletkeztek, szelíd kutyákat és szelíd farkasokat kell összehasonlítanunk. Miért hangsúlyozom a szelídet? Ennek az az oka, hogy amikor elkezdtük ezt a munkát, akkor elmentünk farkasokhoz, be tudtunk menni hozzájuk, nem támadtak meg bennünket, de rettegtek, nem mertek a közelünkbe jönni, és nem tudtuk elvégezni velük a kutyáknál használatos teszteket, mert egy egyszerű virágcseréptől is féltek, nem merték megközelíteni. Amikor tudnunk kell, hogy a kutyáknak és a farkasoknak van egy közös őse, hogy ez hány éve halt ki,
az egy vitás kérdés, de mondjuk azt, hogy körülbelül 30 ezer évvel ezelőtt vált ez a két vonal egymástól. Azóta a kutya ugye a háziasítás útjára lépett, ami azt jelenti, hogy mindig kiválasztották az emberek a számukra, a céljaikra legmegfelelőbb példányokat, vagy az eleinte lehetett önmagát gerjesztő folyamat is, és ennek folyamán alakult ki egy általunk ismert, jól, könnyen szocializálható állat, amelyik vonzódik az emberhez. Ezzel szemben a farkasokra hatott egy ellenkező irányú szelekció. Ugye azok maradtak csak életben, amelyek elmenekültek az emberek elől, tehát a mai farkasok azok eléggé félnek az embertől, pusztán azért, mert olyan azoknak a leszármazottai, akik elmenekültek az emberek elől, csak ők maradhattak életben. Amit látunk itt, ez egy sarki farkas, ő például nem fél az emberektől, úgyhogy minden, amit, mivel nem voltak ott sose, tehát ugye éjszakon a hidegben nem volt kitől rettegniük, és amit ma tudunk a vadon élő farkasokról, azt ilyen farkasoknak a tanulmányozásából tudjuk. Tehát a lényeg, amit hangsúlyozni szeretnék, az az, hogy ahhoz, hogy összehasonlítsuk őket, el kell érnünk, hogy elfogadjanak bennünket partnernek, a farkasoknál is, és aztán, hogyha ezt megtettük, ehhez 10 napos kor előtt el kell vennünk a kisfarkasokat az anyától, akkor, hogy korrekt legyen az összehasonlításunk, kutyákkal is ezt kell csinálnunk. És azt, hogy mennyire könnyű a kutyáknál a szocializáció, és ez milyen eredményekkel jár, és mennyire nehéz a farkasoknál, arról fogok majd most beszélni bővebben. Van egy nagyon érdekes, ugye fölmerülhet az, hogy miért sokkal könnyebb kutyát szocializálni, beilleszteni a magunk világába, mint a farkasokat. Az én kedvenc hipotézisem az erről 2 évvel ezelőtt jelent meg a sajtóban. Ez arról szól, hogy az embrionális egyedfejlődés során a gerincvelő feletti velőlécnek a sejtjei, azok máshogyan fejlődnek a háziállatoknál, mint a vadállatoknál. És ennek, mint ahogy a kék nyilak mutatják, nagyon sokrétű következménye van az állatoknak a felépítésére is, és a viselkedésére is. A felépítésére olyan módon, hogy egy csomó infantilis jegy megmarad az állatoknál, illetve csomó, főleg a végtagjaik és azok a részeik, amik leginkább kiállnak a testből, rosszul fejlődnek. Tehát például lebicsaklik a fülük, az orr részük megrövidül, a szőrzetükben, főleg így a lábaktól kezdve és a faroktól kezdve, meg az arcori résztől kezdve fehér jegyek jelennek meg, mert a pigmentálódás is ezekhez a sejtekhez kapcsolódik, és a sejtek egyszerűen nem jutnak el a vándorlásuk során az eredetileg rendelt helyükre, és ott fehér marad a szőrzet. Fölkunkorodik a farok. És viselkedés szinten pedig a mellékvese hormonjai, a mellékvesének az alulműködése figyelhető meg, és ennek az lesz a következménye, hogy a háziállatok stressz helyzetekben sokkal kevésbé reagálnak, mint a vadállatok. Ez azt jelenti, hogyha közeledünk feléjük, akkor mi ugye stresszfaktorok vagyunk, nagy ijesztő lények, akik lehet, hogy bántanák őket. Erre egy kutya, amiatt, mert van ez az, mondhatjuk, fejlődési rendellenessége, kevésbé fog reagálni, mint egy farkas. Ennek az a következménye, hogy esélye van, hogy velünk interakcióba lépjen, és meggyőzzük róla, hogy mi nem akarjuk őt bántani, mi adunk neki ennivalót, mi őt szeretjük, simogatjuk, megóvjuk a veszélyektől. És ez nem csak a kutyákra jellemző, hanem az összes háziállatra, emlős háziállatra. Mint említettem, körülbelül 30 ezer éve váltak el a kutyák és a farkasok egymástól, és ezután, ami történt velük, az alkalmassá tette őket arra, hogy beilleszkedhessenek a mi családunkba, és alkalmassá tette arra őket, hogy szőrös gyerekek lehessenek, ahogy Csányi Vilmos professzor mondja. Ugye nyilván ez egy erős túlzás, de azért tudnunk kell, hogy van köztünk sok olyan embertárs, aki valóban gyerekeként szereti a kutyáját, és amikor elveszti a kutyáját, akkor is úgy gyászol, nagyon hasonló a gyász folyamata, mint hogyha a gyerekét veszítette volna el. A másik része, a felső része az ábrának az arról szól, hogy sokat megtudunk persze a saját evolúciónkról akkor is, hogyha mi saját legközelebbi rokonainkat nézzük, a főemlősöket, de hát az ő tartásuk fogságban nem etikus, és nem is úgy viselkednek, mint a vadonban. A vadonban meg borzasztó nehéz őket
figyelni, ugye olyan élőhelyen élnek, ahol a kutatók szinte életveszélyben vannak, és ők maguk is olyan kevés számban maradtak fönt, hogy nehezen tudjuk őket tanulmányozni. A kutya ezzel szemben ott él körülöttünk, tehát hogyha az ő viselkedését figyeljük, és azt, hogy hogyan alkalmazkodott hozzánk, akkor sokkal többet tudunk meg saját magunkról is. Akkor egy pár szót magáról az evolúcióról. Itt most felsoroltam egy pár hipotézis, de akinek van kedve, bátorsága, nagyon örülök, hogyha elmondja nekünk, hogy mit gondol arról, hogy ez a folyamat hogyan kezdődött 30 ezer évvel ezelőtt. Láttam egy kezet. Akár Lorenznél is lehetett mindenféle ötleteket olvasni. Én úgy gondolom, hogyha akármilyen ősünk talált egy elhagyott kis állatot, mondjuk meg elhalt az anyja, meghalt az anyja, és nem volt ki gondozza, lehet, hogy magához vette. És akkor kezdét lelte benne, vagy olyan pozitív visszajelzést kapott, hogy utána ezt így szép lassan kialakulhatott. Köszönöm, ez egy nagyon kiváló ötlet, és egészen biztos, hogy ez meg is történt sokszor. Ugye itt az az izgalmas kérdés, hogy ez miért sok-sok is állattal megtörténhetett, hogy miért a farkas lett az, amelyikből aztán háziállat lett. Kiderült, hogy van egy csomó hasznos funkciója. Utána macska volt a következő háziállatunk, és utána, amikor az ember letelepedett, sőt, tehát a macska is akkor jelent meg, amikor az ember letelepedett, akkor jelent meg még sok-sok háziállat. A farkas még azelőtt hozzánk került, mielőtt a mezőgazdálkodás kialakult volna, 12 ezer évnél előbb. Nagyon érdekes, hogy pont ez a faj került hozzánk a legközelebb. Tehát ez egy kiváló hipotézis, és ezt nevezzük, amit hallottunk, és ezt nevezzük mondjuk egyed alapú szelekciónak, mondhatjuk így. Lorenz is ezt írta le az Ember és Kutya című könyvében, neki is ez az ötlete volt, hogy ugye különösen a nők vonzódnak az elhagyott kölyök állatokhoz, és ők fölnevelték ezeket a kisfarkasokat, és mivel szocializálhatónak bizonyultak, és ott maradtak az emberek körül, ezért lassan generációk alatt kialakultak belőle a kutyák. A következő az egy izgalmas dolog, és simán lehet, hogy keveredett. Ezek nem zárják ki egymást, ezek a hipotézisek, tehát lehet, hogy ugyanúgy megtörtént az előző verzió is, de van egy olyan elmélet, ami azt mondja, hogy a farkasok saját magukat háziasították. Tehát ugye ennek az az alapja, hogy az emberi ugye, hordák, vagy mit tudom én, barlangokban laktak sokan, de akárhogyan is, így bizonyos időszakokra azért letelepedtek, és körülöttük elkezdett fölhalmozódni sok szemét, amit nem tudtak fölhasználni. Viszont az ilyen erős állkapcsú állatoknak, mint a farkasok, ez még használható volt. És elkezdtek azok az állatok, akiket a falka kivetett magából, vagy gyengébbek voltak, megsérültek, vagy esetleg utódokat neveltek, elkezdtek rájárni erre a szemétre. És akkor, ha belegondolunk, hogy ki prosperál legjobban ebből a viselkedésből, akkor ha átgondoljuk ezt, akkor rájövünk, hogy az a példány fog legjobban élni a szeméthalmon, amelyik a legkevésbé fél az emberektől. Tehát ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy jön az ős anya, miután megfőzte az ebédet, és oda megy a szemétkupachoz, hogy kidobja a maradék csontokat, és kikapja azokat a csontokat, az, aki nem szaladt el túl messzire, és a leghamarabb jön vissza. És a végén eljuthatunk oda, hogy már az ősanya kezéből veszi ki szinte a csontokat. Tehát itt hatott, anélkül, hogy az ember bármit csinált volna, egy természetes szelekció hatott arra, hogy azok az állatok fejlődjenek a legjobban, legyenek a legkövérebbek, és azoknak legyen a legtöbb utódja, akik a legkevésbé féltek az emberektől. Tehát itt elindult a háziasítás útján ez az állatcsoport, mert a háziasításnak az a lényege, egy háziállatnak az a lényege, hogy a háziállat az vonzódik az emberekhez, nem fél tőlük. Nagyon érdekes hipotézis is, és ez inkább már viszont valószínűleg a mese kategóriájába tartozik, a koevolúciós hipotézis. Ez arról szól, hogy
ugye mit kaptunk a kutyától? Rengeteg mindent kaptunk. El is hangzott, hogy vadászott velünk. Tudjuk, hidegebb éghajlaton például ausztrálos lakosok együtt alszanak a kutyával, a kutya melegíti őket. Rengeteg tisztító funkciót betölt, ugyanis eszi az ürüléket, ugye? Nem tudom, hogy ez föltűnt-e valakinek, aki tart kutyát, hogy a kutyák imádnak emberi ürüléket fogyasztani. Ez valószínűleg egy nagyon fontos funkciójuk volt, mert távol tartották a mindenféle kórokozót, amik az ürülékben kifejlődtek. És Szaharában élő törzsektől tudjuk, hogy a kisgyerekeknek a popsiját, nincsen víz ugye a Szaharában. Kutyákkal nyalatják tisztára az édesanyák, és a menstruációs vért is kutyákkal nyalatják le, mert nem tudják máshogy megoldani. Nagyon nagy a fertőzöttség az ilyen törzsekben egyébként, sok a bélféreg, de mégis ez a szokás kialakult. Tehát nyilván volt a kutyáknak ilyen funkciója is. Mi az a koevolúció? Arra kell gondolni, hogy kaptunk valamit a kutyától, a nagyon jó orrát, ugye? És ezt vittük is magunkkal, amikor vadásztunk. És akik azt mondják, hogy a koevolúció megtörténhetett, azok arra utalnak, hogy amiatt, mert a kutya átvette tőlünk a szaglás funkcióját, ezért a mi arcóri részünk lerövidülhetett, és ez tette lehetővé a beszédnek a kialakulását. Emiatt lett olyan arcunk, ami lehetővé teszi, hogy artikulált hangokat adjunk ki. Hát ez egy erősen vitatott dolog, mert valószínűleg a beszéd sokkal hamarabb kialakult, mint ahogy a kutyák. De itt át is ugorhatunk arra, hogy azok a csoportok viszont, amelyek kutyával éltek, tehát megjelent bennük a kutyához való vonzódás, azok viszont evolúciósan egy hatalmas előnyhöz jutottak. Mert az embereknek ebben az időben a legnagyobb ellensége másik emberek voltak, és hogyha volt az ő hordájuk körül egy őrző csapat, amelyik jelzett viselkedésével és aztán később ugatásával is, akkor meg tudták védeni magukat. És az, hogy aztán megindult a kutyáknak a válogatása bizonyos munkára, az egy sokkal későbbi fejlemény, 4-5 ezer évvel ezelőtt kezdődött el. A lényeg tehát, amit meg kell jegyeznünk, az, hogy az ember körülbelül 45-120 ezer évvel ezelőtt, tehát mondjuk 100 ezer évvel ezelőtt találkozott a farkasokkal, amikor átkelt Európába, és körülbelül 30 ezer, 15-20-30 ezer évvel ezelőttre tehető az, amikor igazán egymásra találtak, és elkezdődött kialakulni a kutyafaj. És aztán, amikor a letelepedés megkezdődött, körülbelül 12 ezer évvel ezelőtt, akkor ezzel együtt megjelent az, hogy szaporodási izoláció alakult ki, bizonyos kutyákat a többi háziállat őrzésére, vagy a porta őrzésére használtak, másokat pedig vadászatra, ez volt valószínűleg az első két funkció, és hát csak a nagyon gazdag emberek, a kínai császár tehette meg azt, amit most ön, hogy az ölében tartja a pekingi palotakutyát, úgyhogy ön persze ő nem az, tehát a pekingi palotakutya az egy nagyon ősi fajta, és a kínai császárság kezdetétől ez kis oroszlán kutya ott volt, ez teljesen kivételes, tehát a kutyákat ugye munkára tartották, és csak a nagyon gazdag embereknek lehettek ölebeik, úgyhogy az ember ilyenkor már örülhet, hogy ő is hozzájuk tartozik. Honnan tudjuk, hogy mikor alakult ki a háziasítás? Nagyon sokáig azt hittük, hogy körülbelül 14 ezer évvel ezelőtt történt, mert ekkor jelentek meg azok a csontok az archeológiai leletek gyűjteménye között, amelyek már egészen biztosan kutyáról szólnak. De ma, amikor már elterjedtek a molekuláris genetikai módszerek, ma már tudjuk, hogy a kutyafaj sokkal régebben kialakult, csak egyszerűen úgy nézett ki, mint egy farkas. Tehát viselkedésében már kutyaszerű volt, már nem keveredett nagyon sokat a farkasokkal, már kialakult egy szaporodási izoláció, de küllemében még teljesen farkasszerű volt. Ezen az ábrán láthatók a különbségek. A kutyának sokkal rövidebb az arcori része, és sokkal kisebbek a fogai, mint a farkasé többek között. Egy kis összefoglaló táblázat a mitokondriális és sejtmag DNS vizsgálatokból. Azt érdemes megjegyezni, hogy az idén tavasszal megjelent legutóbbi DNS vizsgálatok szerint
amiben egyébként magyar mintákat, középkori magyar kutyamintákat is vizsgáltak. A kutyák háziasítása valószínűleg több helyen megtörtént, nem csak egy helyen. Tehát erről, és ez Európában is, és Ázsiának is, valószínűleg a déli részén egyszerre megtörténhetett. És az is kiderült az archeológiai leletek vizsgálatából, hogy a közös őse a kutyának és a farkasnak az már kihalt. Tehát igazából a farkas meg a kutya az egy talán mondjuk úgy távolabbi rokon, mint ahogy képzeltük, egymással kiválóan szaporodnak, stb. De amiből a kutya kialakult, az a farkas féleség, az a farkas típus az már kihalt. Itt ezen az ábrán ezt a Miklósi Ádám készítette, aki az ELTE etológia tanszéknek a vezetője, és az Oxford University Pressnél jelent meg egy angol nyelvű könyve kutyákról, ami a területnek a legjelentősebb könyve máig, és ezt az ábrát ő készítette, és amit látunk rajta, az az, amit a populáció alapú szelekciónál elmeséltem, hogy az emberek közelébe kerültek a farkasok, és aztán a farkasokból kivált egy picike populáció, amelyik egyre kevésbé félt az emberektől. Ugye generációról generációra azoknak lett a legtöbb utódja, akik nem féltek az emberektől. És aztán egyre nagyobb lett a szaporodási izoláció e populáció és a farkasok között. Végül lettek olyan kutyák, akiknál meg is szűnt. Nyilván akik eljártak vadászni, vagy gyakran kerültek farkasok közelébe, ott még egy pici átjárás volt a két faj között. És itt tartunk most, amikor az emberek körül van egy csomó-csomó kutyafajta, szintén szaporodási izolációban, és ma is vannak főleg Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában óriási számban olyan kutyák, akik csak nagyon laza kapcsolatban vannak az emberrel, párja kutyák, és ők nem annyira vannak ráutalva az emberre, de ők sem igazából vadon élnek, hanem emberek által hátrahagyott hulladékokon, és a keveredés a farkasokkal az még most is előfordul. Tehát például nemrég egy kaukázusban végzett juhászkutyákon elvégzett vizsgálat szerint a kutyáknak jó nagy százaléka keveredik azokkal a farkasokkal, amiket egyébként meg kéne ölniük, ugye az a feladatuk, hogy védjék a nyájat tőlük. És aztán az, amit ma tudunk a kutyákról, hogy van körülbelül 400 verziójuk, az utóbbi 200 évnek a következménye, az ipari forradalomnak a következménye, amikor az emberek gazdagok lettek, és lett nekik szabad idejük, és nem minden idejüket az emésztette föl, hogy megkeressék a betevőt. A képet azért szoktam megmutatni, hogy elgondolkozzunk mellesleg azon is, hogy ez egy 2013-as Budapesten megrendezett kutyaszépségverseny, ugye ő lett a szépségversenynek a győztese, és nem néztem meg, amikor önök föltették a kezüket, hogy közülük hány nő, hány férfi, de azt tudom, hogy amikor kiküldünk például egy kérdőívet, hogy legyenek szívesek kitölteni a kutyagazdák, akkor a 90%-a a kitöltőknek nő. Amikor bejönnek hozzánk a tanszékre, a tesztekre a gazdák a kutyával, 85-90%-uk nő, és akkor itt számoljuk meg, hogy hány nő áll a világ legszebb kutyája mögött. Ezen egy picit mindig el szoktam gondolkozni. Ez egy genetikai ábra arról, és semmi, tehát nem kell tőlem megijeszteni, mert mindjárt elmondom, hogy mi van rajta. Egy genetikai ábra arról, hogy ezek a kutyák, akik 1873 óta, ugye az első ebtenyésztő egyesület megalakulása óta papírokkal rendelkeznek, azok milyen rokonságban vannak egymással. Talán ez a legérdekesebb, ez a sárgával jelölt csoport, és itt kevés kutya van, ők az úgynevezett ősi kutyák. Tehát ide tartozik a már említett pekingi palota kutya. Genetikailag ő áll elég közel a farkashoz, annak ellenére, amilyen a külleme, és 4000 éves története van legalább. Tehát a pekingi vagy a kínai császárnál ez a fajta már nagyon régen kialakult, és megőrizték. A Shih Tzu, Lhasa apso is ide tartozik, és azok a kutyák, amik különükben is hasonlítanak a farkasra. Nem tudjuk, hogy ők azért ilyenek, mert keverednek a farkasokkal ma is, hiszen északon élnek, ahol van erre lehetőségük, vagy pedig ők is ősi fajták. Ilyen ugye a szamoéd, a szibériai husky, az amerikai malamut.
És van még egy pár kutya, amelyik biztos, hogy ősi, és neki kevesebb esélyük van keveredni a farkasokkal, például a tibeti terrier, ugye méreténél fogva ezt nehezen tenné meg. A farkasok egyébként szeretik megenni a kicsi kutyákat, úgyhogy tényleg erre nem sok az esély. És akkor itt van ez a Saluki nevű kutya, az a perzsa agár. Azon a környéken nincsen kis farkasok, ez egy nagyon ősrégi vadászatra használt gyönyörű kutyafajta, hasonlít azokhoz az ábrázolásokat, amit az egyiptomi hieroglifákon látunk. Van egy fáraó kutyának nevezett jószág, ami szintén hasonlít az egyiptomi ábrázolásokhoz, erről viszont kiderült, hogy ez egy 200 éves fajta, tehát csak azért, csak a küllemében hasonlít, de amúgy más kutyáknak a keresztezésével, más fajták keresztelésével hozták létre. A többi csoportban pedig azt látjuk, hogy gyakorlatilag négy csoport van, az egyik az a molosszos típusú őrzővédő kutyák, mondjuk a Rottweiler tartozik ide, vadászkutyák, kopók, terrierek, és akkor a terelőkutyák, és az ábrában ezekről látunk példákat. Ez egy másik genetikai vizsgálatnak a fő ábrája. Ez azért nagyon érdekes nekünk, mert innentől kezdve mutatja a kutyáknak a farkastól való távolságát, és a vicces az, hogy a kuvasz került ide, mint ő különbözik legjobban a farkasoktól, és ráadásul külön, genetikailag külön csoportba került az ibizai kopóval együtt. Ami jól mutatja egyúttal azt is, hogy ezek a genetikai vizsgálatok bírnak furcsaságokat kihozni, nem függetlenül attól, hogy összesen azt hiszem 6 kuvaszt vettek be itt az amerikaiak a mintába, és mind a 6 kuvasz Amerikában élt, és ugye hát ki tudja, hogy kikkel keveredtek, meg hogy kerültek oda, stb. Egy nagyon izgalmas dolog háziasításról, hogy ugye háziasítani, meg szokták tőlünk kérdezni, hogy hát a farkasokból lehetne most is még kutyát csinálni, és akkor mondjuk, hogy persze, hogy ne lehetne, tehát ugye most is van egy nagy variabilitás a farkasok között, ki tudjuk válogatni azt, amelyik a legaranyosabb közülük, legkedvesebb az emberrel, szaporítjuk, és néhány generáció után ott lesz nekünk a szelíd farkasunk. Csak hát miért tennénk ezt meg? Ugye egyrészt kifogadja be a nem sikerült példányokat, másrészt meg van is ilyenünk, tehát például a csehszlovák farkaskutya, az egy farkas és német juhász hibrid, különében teljesen farkasszerű, és kis szerencsével ki tudunk fogni olyan példányt, amivel normálisan együtt is tudunk élni, mint egy kutyával. És azért sem kell elvégeznünk ezt a kísérletet, mert rókákkal már elvégezték a Szovjetunióban, és még ma is élnek Oroszországban ezek a rókák, sőt, ma már meg lehet vásárolni ezeket a példányokat. Egy Belgyajev nevű kutatóhoz nevéhez fűződik ez a kísérletsorozat, ő mint genetikus, mint jó genetikus, ugye nem ölték meg, viszont száműzték Szibériába. Általában ez történt a jó genetikusokkal, és ott is képes volt egy úttörő és áttörő munkát végezni. Amit ott látott, az volt, hogy rengeteg prém rókát tenyésztettek ott, amik rettegtek az embertől, és akkor azt a feladatot kapta, hogy legyenek valahogy ezek kezelhetőbbek, ezek a jószágok. És ő kiválasztott közülük 30 hímet és 100 nőstény, amelyek az ő vizsgálatai szerint legkevésbé féltek az embertől, és elkezdte őket tovább tenyészteni. 5-20%-ot választott ki mindegyik generációban azok közül, akik a legkevésbé féltek az embertől. Nagyon hamar megjött az eredmény. Először szinte mindegyik állat rettegett az embertől, de már a 10. generációban 18% nem félt, és a 30. generációban gyakorlatilag már egy sem félt az emberektől. Ilyen sokan megközelítették az embert. Ez úgy önmagában nem is meglepő, mert ha erre szelektálunk, hogy közelítse meg az embert, akkor persze generációra generációra egyre többen hordozzák majd a bátorságnak a génjét, megközelítik. Sokkal érdekesebb az, hogy egy csomó melléktermék jelent meg. Mi az a melléktermék? Ezek ugyanazok a dolgok, amikről az előbb beszéltem a velőlétsejtekkel kapcsolatban. Megjelentek a fehér foltok az állatnak itt az arcori részén, a lábán. Tehát látjuk, hogy itt van a velőléc, ahol csomó pigmentsejt nem jutott el a lábaknak a végéig. Van egy csomó állatnak a füle, most nem hoztam arról képet, de elkezdett lebicsaklani.
ki lehetett mérni, hogy az a hormonális, a stresszhormonnak az emelkedése 4 hónapos korban, ami a vad típusnál jellemző, az náluk nem jelent meg, ez a nagy emelkedés. Egy helyet 2-ször kezdtek tüzelni évente, ugyanúgy, mint a kutyák, és elkezdtek ugatni. Úgyhogy rengeteg olyan változás történt velük, amiket a kutyával kapcsolatban szoktunk említeni. Amit a videón látunk, az egy olyan jószág, akit nem szelektálta, tehát ő a vad típus. A teszt az annyi, hogy a kísérletvezető odáll a szegény jószágnak a ketrecéhez, és aztán vár valamennyi időt, és utána benyúl a ketrecbe, és megpróbálja megérinteni az állatot. És most levettem egy picit a hangot, de hallottuk, hogy az állat félelmében ilyen és ahogy az ember kinyitja a ketrecet, félelmi agressziót mutat a jószág, megpróbálja megtalálni. És itt ugye biztonsági okokat is, hogy ez teljesen tehát akkor mi térjünk vissza a mi kísérletünkhöz. Ez egy általunk nevelt kisfarkas, ez az én kutyám sok kiskutyával. És ugye amíg normálisan az anya állat neveli a kicsi kutyákat, és mi 6-7 hetesen kezdünk el velük foglalkozni, addig a farkasokat, amiatt már említettem, el kell venni az anyától szemkinyílás előtt. És aztán a mi különleges nevelési módszerünk az az volt, hogy egy ember nevelt egy állatot. A szakirodalomban egy ilyen esetről tudunk, egy Fentress nevű kutató nevelt föl egy Lupi nevű farkast, ez a Lupiról készült cikkekből raktam ide egy válogatást. Lupi nagyon kutyaszerűen viselkedett még 3 éves korában is, de más publikációkból tudjuk, hogy ahol együtt nevelték a farkasokat, ott náluk is azért megjelent az embertől való félelem. Tehát az, hogy a fajtársakkal nagyon sokat voltak együtt, ez megnehezítette azt, hogy partnerként fogadják el az embert. Hoztam egy kis videót arról, hogy hogyan éltünk együtt ezekkel a farkasokkal. Az otthoni lét is egyre reménytelenebbé válik. A fürge állat elől a lakás egyetlen zuga sem nyújt már menedéket. Mivel hatástalan a feddés, a nevelő már nem is próbálkozik ilyesmivel. Tudomásul veszi, hogy a kisfarkas úgy is megszerez mindent, amit csak akar.
Mások közelségét végképp nem tűri. Kezdetnek beéri néhány földre pottyant morzsával, de aztán megérzi a teljes kávé illatát. Farkas szemmel nézve a lakás és a kert közt nincs semmi különbség. Ha csak az nem, hogy a négy fal között valamivel nagyobb esélye lehet finom falatokra bukkanni. A legfőbb gond az volt, hogy az eleven állatnak lassanként nem csak a ház, de még a kert is szűkösnek bizonyult. Velük végezni, de az együttélés mégis lehetetlen volt amiatt, mert a kontrollálhatóságukkal probléma volt. Még néhány illusztráció, hogy mennyire odafigyeltünk arra, hogy ezek a jószágok úgy nőjenek föl, hogy az legyen az elemi élményük, hogy őket az emberek szeretik. Próbáltuk elkerülni azokat a helyzeteket, ahol az agresszió előtörhetett belőlük. És az első hetekben, ahogy említettem, mindenhová magunkkal vittük őket, mert ugye az nem lett volna tisztességes, hogy elvesszük az anyától, ahol együtt van az anyjával, alomtársaival, és aztán egyedül tartjuk egy dobozban, úgyhogy itt is lehetőség volt, hogy tényleg állandó testkontaktusban legyenek. És amikor 2-4 hónaposak lettek, ki meddig bírta otthon, visszavittük őket a gazdájuknak, Horkai Zoltánnak, aki szépen beszoktatta őket a falkába, és aztán különböző filmekben vettek részt ezek a szelid állatok a továbbiakban. Hoztam arról is egy videót, hogy egyszer, hogy meg tudjuk mutatni, bár a filmen is látszódott, hogy miket értünk el ezekkel az állatokkal, kis egyszerű teszteket végeztünk velük. Fekszik. Zseniális. Egy utolsó falat. Körülkerítsék az állatokat, a vadállatokat, és aztán így mészárolják le őket. Fogságban élő farkasok is félnek ettől a szalagtól, de a mi farkasainkat mégis át lehetett ezen hívni. Az eredmény tehát az volt, hogy nagyon kezelhetővé váltak az állatok ebből a szempontból. Itt a Delta stúdiójában vagyok egy 7 hónapos farkassal. Itt látszik, hogy az, amit az elején említettem, hogy még a kézzel nevelt farkasok is félnek különböző objektumoktól, az itt már nem merült föl, tehát az idegen ember az óriási ijesztő kamerával, az meg se rezzenti a farkast, és tényleg nagyon jó hozzászoktak, hogy idegenekkel és idegen tárgyakkal találkozzanak. Mit tettünk ezek után ezzel a mi kis populációnkkal, a 13 farkassal? Etológiai teszteket végeztünk velük, vagyis különböző olyan helyzetekbe tettük őket, ahol a viselkedésük standard körülmények között megfigyelhetővé vált, és aztán ugye ebből különböző számokat alkottunk. Kutyával is elvégeztük ugyanezeket a teszteket, és összehasonlítottuk őket. Az egyik fontos tesztkörünk az a kommunikációs viselkedést vizsgálta, ezzel volt a legtöbb tapasztalatunk a tanszéken. A legegyszerűbb teszt az a már említett virágcserepeket használja. Leteszünk két cserepet, az egyikben van a jutalom, az állat nem tudja, hogy melyikben van, de a kísérlet vezető olyan kedves, hogy rámutat a jutalmat rejtő edényre. És akkor egyszerűen az a feladat, hogy az állat oda megy, és megeszi a jutalmat. Ezt egész pici korban elkezdtük a farkasokkal, és aztán még sokáig végeztük, és különböző mutatástípusok is vannak ugye ezzel kapcsolatban. Amit tapasztaltunk az, hogy a fiatal állatok azok véletlenszerűen választanak. Egyrészt nagyon nehéz volt fölkelteni a figyelmüket, hogy nézzenek ránk, mert most mutatni fogunk. Másrészt, ha elindultak, nem arra mentek, amit mutattunk, hanem teljesen véletlenszerűen választottak. De később a
kontrollálhatóságuk javulásával már hajlandóak voltak ránk nézni, és hajlandóak voltak arra menni, amit mutatunk, tehát felnőtt korukban már ugyanúgy teljesítettek, mint a kutyák. De kölyök korban még, és ennél fiatalabb korú tesztet, itt 4 hónapos állatok eredményét mutatom, de vannak 7 hetes eredményeink is ugyanígy. A kutyák jók voltak a tesztben, ők már egész piciként követték a jeleket, a farkasok nem. Tehát a tanulság az, hogy a kutyák jók ebben a tesztben, a farkasok nem jók a tesztben. Itt egy ábra arról, hogy azon kívül, hogy sikeresen megtalálták a falatot, mit láttunk még. A kicsi kutyák azok 3 másodperc alatt szemkontaktust létesítettek a kísérletvezetővel, nézték a szemét, nézték a kezét, és követték, amit mutatott. A farkasoknál ez sokkal hosszabb idő volt elérni. És nagyon érdekes a következő ábra. A kutyák nyugodtan tűrték, hogy a segítő egy helyben tartotta őket, mert ugye addig egy helyben kellett várakozniuk, amíg a kísérletvezető mutat. A farkasok viszont küzdöttek, vadul küzdöttek, kapartak a lábukkal, és haraptak is. A kutyák soha nem haraptak, a farkasok meg harapták az őt tartó kezet. Mutatok is el. Ez a picike állat is. A farkas kölyköknek sokkal nehezebb volt felhívni a figyelmét, mint a kiskutyáknak. És aztán ő jobbra mutat, és akkor van. 11 hónapos kor, tehát még nem felnőtt az állat, és most is látjuk, hogy milyen nehéz föl kell tenni a figyelmét az állatnak, de legalább már nem kapar, nem marad, hanem szépen áll, és már javul a teljesítménye. És a felnőtt gyönyörűen ránéz az emberre, látjuk, hogy milyen szépen, oda nézett az arcára, és mint a gép gyorsan jól választja a... A kutatók rögzítették a kötelet, így a húst már nem lehetett a szokott módon kihúzni. Miután ezt észrevették, a kutyák és a farkasok teljesen másként viselkedtek. A kutyák szinte azonnal felnéztek a gazdájukra, mint egy segítséget kérve tőle. A farkasok viszont pusztán a saját nyers erejükkel egyedül próbálták megkaparintani a húsdarabot. És a farkasoknál meg nem jelenik meg ez a viselkedés. Ezt azért tettem ide ezt az ábrát, mert ez is azt mutatja, amit a mutatásnál láttunk, hogy nem akar ránézni az állat, a farkas nem akar ránézni az emberi arcra, meg a felsőtestre, hanem az a problémát ő egyedül akarja megoldani, nem akar interakcióba lépni ebben a helyzetben az emberrel, a kutya pedig igen, tehát pár másodperc után, miután problémába ütközött, nézi, hogy itt vagy velem, és akkor most mi legyen, mit csináljunk. Ezek az ábrák arról, amit elmondtam, tehát nagyon nagy különbség volt a kutyák és a farkasok között, és a lényeg az, hogy kevésbé érdekeltük mi emberek a farkasainkat, hiába volt az intenzív kapcsolat, mint a kutyák, és az önkontroll is sokkal később alakult ki a farkasoknál. Jó. Következő terület az agresszió, amiről ugye a mutatásos teszteknél is már szót ejtettünk. Nagyon érdekes és nem közismert, hogyha kutyákat tartunk úgy, mint farkasokat, tehát bevágjuk őket egy kennelbe, és csak enni kapnak az emberektől, ez borzasztó hatással van a kutyákra, és állandóan verekednek egymással. De olyan szinten, hogy még az óriás úszkárok is többet verekednek egymással, mint a farkasok. Tehát a farkas, ha úgy vesszük, egymás között egy békésebb faj, mint a kutya. Mondjuk hozzá kell tenni, hogy a kutyák azok nem ölik meg az idegeneket általában, de persze van, amelyik igen, de ha nagyon sokat nézünk együtt, akkor ezért elég jól lehet őket sétáltatni a kutyafuttatón, stb. A farkasok viszont, aki outgroup tag, nem a mi csapatunkban van, azt meg akarják ölni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy falkán belül, egy ember nélküli falkán belül a farkasok nem agresszívek egymásról, és a kutyák meg igen, szükségük van az emberre, hogy rendet rakjon közöttük. Egy tesztünkben, ahol azt néztük, hogy mennyire vonzódnak az emberekhez, illetve a kutyákhoz az állatok, és mindig föl kellett emelni az állatot közben, a kiskutyát közben, azt találtuk, hogy már néhány hetesen is a farkasok, ugye megint, ahogy láttuk a mutatásnál, harapták az őt tartó kezet. Tehát nem bírták itt sem a kontrollt, hogy a mozgásukban korlátozva vannak, és hátra-hátra haraptak a kézre, a kutyák soha. Később
Hozok egy videót arról, hogy egy fél éves farkas hogyan viselkedik abban a kollégiumban, ahol fölnőtt, ahol 2 hónapos koráig élt, és hogyan viselkedik az emberekkel, akit szeretett. Jó, van, miért az, amit gyere, nézzük meg, hogy mondják, jó? Húrva nem kell számítani. Gyere, nézzük meg. És amikor hozzányúl az ember, akkor bizony a sérülés nem okozott. A csontot elhúzik! Meleg, nem meleg nagyon. Akkor a lány ugye visszakarja tenni a csapatot. Elmélem, és morog is odakap. Tehát pillanatokon belül, abban a környezetben, amit ismer azok az emberek, akiket szeretett, kedvelt, kétszer is agresszíven nyilvánul meg. Akinek van kutyája, tudja, hogy ez kutyáknál is előfordul, de amellett érvelek, hogy nem ilyen gyakran fordul elő, és nagyon ritkán látunk ilyet 6 hónapos állatoknál. Nekem labradorom van otthon, sose láttam ilyet nála. És a legtöbben így vagyunk ezzel. Kajáról is volt szó ebben a tesztben, talán lehet, hogy a kutyák kevésbé vonzódnak a húshoz, vagy mi történhetett. Megnéztük ezt is különböző tesztekben. Ő pedig egy farkas. És most nem is a legrémisztőbb, de hosszabb el, amikor a farkas ölje egészen felemelni egészen magasra. Ez még egész konszolidált. De jól látszik, hogy iszonyú, nem tudom, birtoklási vágy van benne. De hát akkor felmerül a kérdés, hogy talán azért attól tart is, hogy a húsz bennem szerint. Egy másik tesztben, ahol nem arról szól, hogy elveszem a hústőre, hanem megpróbálta a kisebbet, vagy a gazdája elvinni a kicsitját a hús mellől. Ott kiderült, hogy hiába hívogatta, nem jön el a kutya. Tehát ugye, amikor nincs ez a fizikai kontroll, hogy elveszem tőle, és még nem felnőtt a kutya, tehát még nem került a jól nevet kategóriába, akkor nem lehet elhívni. De néhány héttel később, amikor fél éves lesz már az állat, a kézben nevelt kutya ugye így viselkedik. A gazdája ott áll, azt mondja, hogy nem szabad. Másfél perces a teszt. És a kutya ugye néha kétségbe esetlen ránéz a gazdájára, hogy ez mennyire komoly, és a végén feladja, lefekszik, feladja. Ugyanez a 6 hónapos farkassal. Tehát, hogy... És akkor ugye még örülhetünk, hogy a hússal beérte. A már említett preferencia teszt, amikor letesszük a kis jószágot 5 percre egy üres szobában, ahol csak a nevelője van, illetve egy fajtás. Azt akartuk vizsgálni, hogy a farkasok inkább a fajtásat választják-e, mint az embert, vagy pedig a nevelőjüket egy ismerőshöz képest. Azt találtuk, hogy mind a két faj ebben a korban még inkább a nevelőjéhez vonzódott. Ebben nem volt különbség. Viszont, azt hiszem, ez is egy videó. Csak ezt nem ágyaztam be, úgyhogy így mutatom. Viszont itt is jól látszott ebben a preferencia tesztben az, amit már említettem. Ugye, amikor van egy problémás helyzet, a kiskutya nem tudja, hogy mit csináljon. Nézi az arcát. Ugye a gazdájának az a feladat, hogy nézi a kezét. És ott vinyom neki. Ilyen picike, alig nőtt ki a fűből, és már is interakciót kezdeményez a gazdájával minden olyan helyzetben, ahol nem érzi jól magát. És a farkasoknál nem így van. Ez az ábra arról, hogy mutatom, hogy ennyit vokalizálnak a farkasok, és sokkal többet ebben a tesztben a kutyák, már ilyen kicsi korban. Ez egy nagy különbség. A kutyáknak egy fontos tulajdonsága az is, hogy kötődnek hozzánk. Ugye ezt nevezzük hétköznapi szóval hűségnek. Egy kutatócsoport Amerikában megnézte, hogy a 3, 5 és 7 hetes farkasok
azok kötődnek-e a gazdájukhoz. Azt, hogy kötődik-e, azt egy úgynevezett kötődéstesztel vizsgálták, ezt a pszichológusok dolgozták ki, ezt a módszert. Ez arról szól, hogy idegen helyen az emberek, a gazda kimegy, bemegy, van, amikor egyedül hagyja a kutyáját, vagy az állatot, és aztán egy idegen bejön, próbál vele játszani. A lényeg az, hogy van mód a tesztben arra, hogy az állat üdvözölje, vagy az idegent, vagy a belépő gazdát ebben a szobában. És az derült ki, hogy ilyen pici korban még jobban üdvözlik a gazdájukat a farkasok, mint egy idegent, ugye ő az idegen. Amikor kimegy a gazda, vagy kimegy az idegen, akkor ott nem találtak különbséget. Mi, amikor 4 hónapos kisfarkasokkal vagy elvégeztük ezt a tesztet, akkor azt találtuk, hogy a kutyák már 4 hónaposan is megkülönböztetetten reagálnak ebben a tesztben a gazdájukra, tehát már 4 hónaposan is kötődnek, és itt ők a kézzel nevelt kutyák, ők pedig normál családi kutyák, akiket 7 hetesen kezdett szocializálni a gazdájuk, akkor kerültek el a tenyésztőtől, és már ennyi idősen kötődnek a gazdához, és felnőttként is, a farkasok viszont nem. Tehát itt a nyíl azt mutatja, hogy a 2 oszlop között nincsen akkora nagy különbség, amire azt mondanánk, hogy ez jelentős. Gyakorlatilag ugyanúgy üdvözölték a gazdát, mint az idegen. Ez így kicsit meglepett bennünket, nevelőket, mert közben tudtuk, hogy ahogy járunk ki a Horkai Zoltánhoz Gödöllőre, imádnak minket a farkasok, nagyon örülnek, hogy megérkezünk, és tudtuk, hogy a nevelőjüket megkülönböztetetten szeretik. Ezért elvégeztünk egy üdvözléses tesztet is, ez tehát más, mint a... Kitűnően emlékeznek, ki az, akit már láttak valaha. Ez legnagyobb érzelemkitöréssel azonban hajdani nevelőjüket üdvözli. A farkasok ilyenkor egymást fenyítik, egymással acsarognak, de az emberen egy karcolás sem ejtenek. Legalábbis szándékosan nem. Nehéz dolga van annak a nevelőnek, aki saját kedvencét szeretné kényeztetni. A simogatás nagy kincs erre felé, amiért az állatok akár harcba is szállnak egymással. Az előző az mindenféle kis kép volt, ez maga már a kísérletből kivett videó. Ő a nevelő, Virágyi Zsófia, ő a farkas, most a többieket elzártuk, tehát ő egyedül van. És ezt a videót azért választottam egyébként, mert ez is egy jellegzetes momentuma volt a tesztjeinknek, hogy amikor megérkeztünk Gödöllőre, akkor annyira feldobta ezt, annyira megérkeztek a farkasok erre, hogy az egész falka, mind a sok 20 állat, elkezdett üvölteni. Na jó, tehát lényegében ugye ez volt a helyzet, amit említettem, és az ábrákon azt kell megfigyelni, hogy a nevelő szülőre, ő a piros oszlop, sokkal többet tartózkodtak az állatok a közelében, mint az ismerős és az idegen közelében, kétféle idegenünk volt, és többet ugráltak föl rá. Csoportos helyzetben és az egyedi üdvözlésnél is ugyanezt láttuk, többet vannak nála, nem mutatnak félelmi reakciót irányába, az idegennel szemben mutatnak, és ez pedig megint a felugrálás száma, többet ugráltak fel a nevelőjükre, mint az idegenekre. Jó? A lényeg az, hogy teljesen világosan látszódott, hogy oké, hogy nem kötődnek, nincs meg az a hatás, hogyha bizonytalan helyzetben vannak, akkor a gazdát egy biztonságos bázisként használják, mint a kutyák, de ettől függetlenül van bennük egy vonzalom a nevelőjük iránt. Jó. Összefoglalóan ezekből a tesztekből azt tanultuk meg, hogy a kutyák a farkasokhoz képest, úgyhogy nagyon intenzíven szocializáltuk a farkasokat is, ennek ellenére mégis a kutyák sokkal gyakrabban kezdeményeztek interakciót, sokféle modalitásban. Sokkal fogékonyabbak voltak az embernek a kommunikációs jeleire, és kevésbé voltak agresszívak az emberekkel szemben. Ezt a mindenféle ellenérzésüket sokkal jobban kontrollálták a helyzetekben, mint a farkasok, és a kötődés is a kutyáknál megmaradt, a farkasoknál pedig eltűnt.
A domestikáció tehát, ugye itt arról beszéltünk, hogy hogyan lett a farkasból kutya, és említettem ezt a velőléc hipotézist. A domestikáció tehát azt tette tulajdonképpen, hogy azzal, hogy a szocializációs periódust megnövelte, és csökkentette a félelmi reakciók csökkentése révén lehetővé tette ezt a tanulási folyamatot a kutyáknak, hogy a szocializációs során tanuljanak mindenféle jó dolgot rólunk, ezért sokkal könnyebben alkalmazkodtak az emberhez. Az előző képen még láttuk Virányi Zsófia kollégámat, aki azóta Ausztriában dolgozik. Mi 2 éves korban abba hagytuk a farkasos munkáinkat, mert akkor már kezdtek az állatok agresszívvá válni, és egy csomó olyan dolgot kellett volna tennünk, ami anyagi beruházást igényelt, és nem találtunk pályázati forrás, nem találtunk támogatót erre a munkára, úgyhogy abba kellett ezt hagynunk, és akkor Zsófi kolléganőm elment Ausztriába, ahol egy osztrák professzorral és egy német kutatóval megalapított egy másik farkasparkot. Az Ernstbrunnban található, Bécstől egy óra autózásra, egy vadasparkban, bármikor fogadnak látogatót, Wolf Science, igen, itt látható a logójuk, Wolf Science Center, mindenkinek javaslom, hogy látogassa meg őket, és ott láthat majd kézzel nevelt farkasokat és kézzel nevelt kutyákat, és kis szerencsével azt is láthatja, hogy hogyan vizsgálják őket. Itt tehát a csapat, akivel nagyon sokat dolgoztunk együtt, úgyhogy természetesen nekik szeretnék köszönetet mondani, de még ez nem az előadásom vége, mert ígértem egy másik témát is, csak mutatom, hogy milyen sokan vagyunk, és milyen jókedvű csapat ez. Ugye az etológia tanszéken dolgozom, ez a Bordó épület a Duna partján, a 6. emeleten, és most már egészen népes kutatócsoportunk alakul. A következő percekben, hát most már gyakorlatilag nagyon kevés időm maradt a 60 percből, de szeretnék mutatni még legalább 1 vagy 2 érdekes videót. Az utóbbi időben kutyák öregedésével kezdtem el foglalkozni. Ez úgy indult, vagy hát máshonnan indult, de mondjuk kezdhetjük innen is, hogy tavaly olvastam erről a kutyáról a Blick magazinban, hogy 25 éves, ugye egy éve ezelőtt még annyi volt, 25 éves és Sárét udvariban él a Pegazus lovardában. És akkor úgy éreztem, hogy tényleg nincs vesztegetni való időm, mert hát 25 éves, 13 év a kutyáknak a várható életkora. Úgyhogy a családommal meglátogattam őt, és később a kolléganőkkel is. És ugye itt az a kérdés érdekelt minket, főleg ezzel a kutyával kapcsolatban, hogy mi lehet annak az oka, hogy egyesek hosszú életűek, mások nem, és hogy egészségesen töltik ezt az életet, vagy pedig nem. És ebből az okból kérdőívet és teszteket végeztettünk el, kérdőívet töltettünk ki gazdával, teszteket végeztünk el velük, Sándor Sára és Szabó Dóra kolléganőmmel, és mutatok egy videót magáról a kutyusról is. Szeretés vagy kiszedés? Hát, igen, szeretés. Igen, szeretés. Az azért még csirkén,
És én azt gondolom, hogy emellett még nyilván ehetett lóürüléket is, nagyon jó baktériumok lehetnek abban, de a gazda ezt így nem állította volna, azt mondta, hogy ő ezt nem szokta látni. Az biztos, hogy patkányt meg egeret sokat evett a kutya, amíg bírta. Meglátogatunk egy másik kutyust is, ő 22 éves volt, ő már nincs köztünk, az Ócsai Szent Ferenc Alapítványon. Ő nyilván nem nyers húson élt, hanem ugyanazon, mint a menhelyen a többi kutya, de ő is abban egyezett Buksival, hogy teljesen szabadon, korlátozás nélkül élt. Tehát őt se gátolták abban a többiek, hogy megválasztassa, hogy éppen mit, mikor, hol szeretne csinálni. Ezektől a kutyáktól mi gyűjtöttünk vért, és szányák a hátja DNS-t, és ezt elküldtük Amerikába, és most várjuk az eredményeket, hogy szeretnénk megtudni azt, hogy mik azok a speciális szekvenciák az örökítő anyagokban, ami eltér más kutyákétól, és keresünk még hasonló kutyákat. A kis termetükbek közül a 20 éves az, akitől úgy gondoljuk, hogy matuzsálom, a fiatalabbokról meg a 16 évesek. És mutatok még egy pár képet idős kutyákról, akik azóta megfordultak a laboratóriumunkban. Bocsánat, hogy így ugráltam. Ugye azon dolgozunk most, hogy mindenféle olyan teszteket találjunk ki, amivel a kutyáknak a mentális képességeit mérni lehet. Ehhez persze szükség van olyan tesztekre is, ahol kiszűrjük, hogy esetleg nincsenek-e hallás vagy látás problémáik, és nem azért tűnnek, vagy nem azért rossz a teljesítményük a tesztben, mert mondjuk egy mutatásos tesztben, mert egyszerűen nem látna. Ezen dolgozik egy kollégám, és egy másik terület az az, hogy a gazdákat kérdezzük meg, hogy hogyan élnek a kutyáikkal. Nincsenek még végleges eredményeink, de mutatok egy pár olyat, ami azt gondolom, hogy érdekes. A statisztikai elemzés szerint 10 év az a határ, és itt most mindenféle kutya gazdája töltötte ki a tesztet, ahol észreveszik a képzett kutyáknál a gazdák azt, hogy romlik a kutyának a kommunikációs képessége, és az egymással való kapcsolatok is romlik. Tehát ugye ezzel együtt már kevésbé viszik el magukkal a kutyát mindenféle programra, kutyaiskolába, inkább már akkor ilyenkor a fiatalán foglalkoznak. Az is egy érdekes eredmény, hogy 12 év az a korhatár, ahol már nem jelenik meg a traumatikus élményeknek a hatása. Tehát 12 év fölött már olyan sokat romlott a kogníciója, az elmebeli képessége, a mentális teljesítménye a kutyáknak, hogy az, hogy mondjuk menhelyről származtak, vagy az, hogy elvesztették egy szeretett családtagjukat, az már nem nagyon van itt jelentős hatással. Már maga a kor az, ami a legjelentősebb hatású. Azt is mutatta nekünk a statisztika, hogy körülbelül másfél-két évente csökken a kutyáknak az aktivitása, és minél idősebb a kutya, annál kevésbé aktív. És aztán 10 év fölött vannak olyan szerencsés kutyák, akik megúszszák egészségügyi problémák nélkül, és vannak, akik nem, és akkor te persze az egészségügyi problémások azok sokkal kevésbé aktívak. Nagyon érdekes programunk indult el még a közelmúltban, ahol azt szeretnénk nézni, hogy gyógyszeres terápia nélkül szinten tartható-e a mentális teljesítmény. Fizioterápiát végzünk kutyákkal 3 hónapon keresztül, illetve így néz ki a fizioterápia. They can be used for dogs of many different skill and recovery levels, and the exercises that can be done with them appear endless. This is one of Pananai's favorites. It mimics coming down from jumps, so it's a perfect exercise for him, since he's a disc dog. Even though I have several donuts set up here, your dog may find it particularly challenging just to sit on the donut like Pan is doing here. Most indul egy csoportunk jövő héten, de tavasszal indítunk újabb csoportokat, és lesznek olyan kutyáink, akikkel kognitív teszteket végeztetnek a kiképzők, keresd meg az elrejtett tárgyat, memória feladatok, mindenféle gondolkodható feladatok. Hogyha esetleg ismernek valakit, akinek van idős kutyája, és el tud járni rendszeresen az ELTE TTK lánymányosi blokkjába, akkor ezen a számon lehet jelentkezni erre a foglalkozásra. A kolléganőm 10 éves kutyája ilyen formában van, úgyhogy mindenkit bátran biztatok, hogy próbáljon meg ő is használni az ő módszereit, és akkor ez lesz az eredmény. A kutatásunknak egy másik nagyon fontos, ugye beszéltem genetikáról, beszéltem viselkedésről,
Másik fontosság az idegtudomány. Ugye elég közismert a kollégáimnak az a munkája, ahol megtanították a kutyáknak, hogy mozdulatlanul feküdjenek akár 8 percen keresztül a rettenetesen ijesztő MR készülékben, és ezáltal lehetővé váljon, hogy, az agyműködésüket lehessen vizsgálni, úgy, hogy nem kell őket elaltatni, tehát éber állapotban, és mondjuk egy fülhallgatón keresztül, ugye itt van a fülhallgató a kutyának, vagy fejhallgató a kutya fülén, ingereket játszanak neki, és akkor nézzük, hogy ezekre a hangokra, amiket lejátszanak, hogyan reagál az agyuk. Egy csomó idős kutyát elkezdtünk itt tréningezni, Bodor 10 éves, Zsömi is 8 év feletti, ez az én kutyám Kamilla, aki 9 éves, úgyhogy most már idős kutyáról is lesz adatunk, és tudjuk vizsgálni, hogy az agy hogyan hat az öregedésükre a kutyáknak. Németországból érkezett egy kollégám, aki a kutyáknak az EEG mintázatát nézi alvás közben. Ez a csont nagyon vastag, a kutyák koponya csontjai nagyon vastagok, ez ilyen vastag egy mondjuk egy német juhásznak, úgyhogy ahhoz képest, hogy a feje mekkora egy kutyának, az agya igazából egy gyerek maréknyi összesen. Ezért nem tudjuk éber állapotban elvezetni a jeleket, mert nagyon zajos, tehát a környező izmok, meg a szemmozgás ez zavarja, emiatt a kutyák alszanak. De hogyha bevisszük őket egy laboratóriumba, és rájuk ragasztjuk az elektródákat lemosható ragasztóval, akkor a kutyák 3 órán belül tuti elaludnak, elalszanak. És a gazdák is egyébként, tehát én is vettem részt ilyen tesztben, és békésen aludtunk mind a ketten, de a gazdákra nem tesznek elektródát, úgyhogy ezt nem kell tartani. Erre is lehet jelentkezni, ez is nagyon izgalmas, mert mindenféle, ugye tudjuk, hogy idős korral változik az alvási ébrenléti mintázat, és egy csomó egyéb dolog, tehát ezzel is csomót tudunk tanulni. És van egy kollégám, aki állatorvos, és ő vele meg azt találtuk ki, hogy szeretnénk létrehozni egy agybankot, hasonlóan a humán agybankokhoz, tehát itt is lehetőség lenne arra, mint az embereknél, hogy ahol a családtagok, vagy maga, hát ugye a kutyát nem tudjuk megkérdezni, de hogy a családtagok lemondanak arról, hogy megtartsák altatás után az állatot, mert mondjuk tényleg a temetésnek is van költsége, amit nyilván nem tudunk vállalni, és kutatási célra felajánlják az állatnak a szerveit, ugyanúgy, mint a humán esetekben. És ezt Cejbert Kálmán anatómussal kezdenénk el ezt a munkát. Én azt gondolom, hogy ez nagyon izgalmas. Most még azon vagyunk, hogy hol fogjuk, tehát hogy megvásároljuk a szükséges eszközöket, és aztán utána indul be a projekt. Mindez úgy indult el ez év nyarán, hogy az Európai Kutatási Tanácstól nyertem egy támogatást 5 évre, és ebből sikerült ezt a kutatócsoportot megalapítani. Ennek nagyon örült az egész tanszék, mert 100 beadott pályázatból, magyar pályázatból 8-at szoktak támogatni ebben szokott támogatni ez a tanács, úgyhogy, és jelentős összeggel, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy elkezdhettük ezt a munkát. Itt most nem akarok azért ugrálni se, de nem fogok ezekről sokat beszélni, csak át lehet futni a szemükkel, ha gondolják. Ezek azok a diák, amit az Európai Kutatási Tanácsnak mutattam. Kiemeltem, hogy nem laborállatokkal, hanem családi kutyákkal fogunk dolgozni, akik ugyanolyan körülmények között élnek, mint mi. És emiatt egy természetes modellt jelentenek. De a gyorsabb öregedésükkel jobban azonosítani tudjuk a rizikófaktorokat, mint az emberek esetében. És azért is nagyon izgalmasak, mert ez talán nem közismert, hogy a nagy kutyák 6-8 éves a várható élettartamuk, a piciknek pedig akár kétszer ekkora. Tehát ellentétben a fajoknál megfigyelteknél, ahol mondjuk egy bálna sokkal tovább él, mint egy egér, fajon belül a nagy példányok sokkal rövidebb ideig élnek, mint a kicsik, és ennek a hátterét is lehetne a kutyákon tanulmányozni. Erről már beszéltem, hogy ez a második idegtudományi módszerünk, és genetikából is sokféle módszert szeretnénk majd használni. Ez az, amit várunk az 5 éves projekt végén, nagyon sok minden, és természetesen a jelentkezőket is várjuk nagy szeretettel, hogy vegyenek részt ebben a projektben. És mindezek után szeretném
megköszönni ugye a munkatársaimnak a támogatásukat, és önöknek pedig a figyelmet.